A gombócokat pedig ilyen káposztalevélbe csomagoljuk. Éppen úgynevezett szármát készít Vizi Márta, a Szekszárdi Vosinszky-Mór Múzeum régésze. Ez a káposztába csavart paradicsomos délvidéki étel is szerepel a Népi Ételreceptek című gyűjteményben. A könyvben ugyanis az Anyanyelvápolók Szövetségének pályázatára beküldött legjobb munkák szerepelnek, amelyen a múzeum munkatársa országos harmadik helyezést ért el. A könyvben a pályázatra beadott legjobb tanulmányok vannak, és a tanulmányok végén föltüntetik, hogy az adott szerző milyen ételrecepteket írt meg, és a kötet második fele az tulajdonképpen egy szakácskönyv. Vizi Márta azt mondja, óriási elismerés számára, hogy országos harmadik helyezést érhetett el, azonban nem ez a legnagyobb öröm számára. Ebbe a kis tanulmányba bekerült az édesanyám története, bekerült az, hogy az apai nagyanyám hogyan készítette a keltésztát, ma is előttem van, ahogy a tálba bekészíti, beleüti a tojást, hozzáteszi a zsírt, és veri kézzel, amíg hólyagos nem lesz. A könyvből megközelítőleg 1500 példány készült. Vizi Márta azoknak ajánlja, akiket érdeklődéssel tölt el, hogy hogyan is készítik hazánk különböző területein az egyes ételeket.